Modern Városok Program. Korszerű nemzetközi központot alakítanak ki Pécset. Európa balett sztárjai a Kodály Központban. Kinyíltak a Fordantánc termei. Ingyenes nyílt nap és bemutató a Fordantánc Centrumban. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécs TV híradóját látják. Szeptember 19-én kedden tartsanak velünk! Átépítik, fejlesztik az Egyetem Damjanich utcai épületét. 2018 őszétől a legkorszerűbb audiovizuális eszközökkel felszerelt környezet és számos egyéb szolgáltatás segíti a nemzetközi hallgatók beilleszkedését ezen a helyszínen. A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyetemfejlesztési projekt egyik legfontosabb célja az idegen nyelvű képzésekben résztvevő hallgatók létszámának növelése. E cél elérése érdekében nélkülözhetetlen a jelenlegi nyelvi és szakmai előkészítők, téli-nyári egyetemi és külföldi célcsoportoknak szervezett különböző időtartamú kurzusok kínálatának bővítése és az ehhez szükséges infrastruktúra megfelelő kialakítása. Ezért a Damjanich utcai épületben 850 milliós fejlesztést hajtanak végre. Ugye a nemzetköziesítés jegyében a Modern Városok Programhoz kapcsolódóan a nagy egyetemi fejlesztés egyik részeként a Damjanich megújul, és ott a Nemzetközi Oktatási Központ, illetve az Idegen Nyelvi Képző Központ és Nyelvi Központ a titkárság jelenik meg, az ECL nyelvvizsgákkal és számos olyan képzési elemmel, amely zajlott már más karokon és más intézményekben és intézetekben, de ez most egy koncentrációja lesz valójában ezeknek a tudásoknak. Valójában egy hallgatói központ, egy nemzetközi hallgatói központ kerül kialakításra, amely tényleg szolgálhatja, azt gondolom, az egész város további nemzetközi esítési elképzeléseit. Nyílt napot tartottak a Pécsi Tölösi Péter Alapítvány rehabilitációs központjában. A szervezet célja komplex prevenciós és rehabilitációs segítség nyújtása daganatos gyermekek és családjaik számára, mindez pedig a PTAOK gyermekgyógyászati klinika onkológiai osztályán kezelt és utógondozott gyermekeket érinti. Az alapítvány a leukémiás és tumoros gyermekek gyógyításáért jött létre még 1990-ben. Rendszeresen tartanak nyílt napokat, ilyenkor bemutatóval készülnek az alapítvány tagjai. A résztvevőknek pedig megmutatják az intézmény épületét. 1,5 milliárd forint értékű turisztikai fejlesztés kezdődik a Pécsi Egyházmegyében. Ennek keretében templomokat, kápolnákat újítanak fel 4 településen. A Bátai Szentvér templomtól a Bátaszéki Molyhos Tölgyesig elnevezésű projekt célja egy olyan vallási turisztikai hálózat létrehozása Báta, Bátaszék, Mohács és Szekszárd között, amely a kulturális és vallási turizmus igényei szerint segíti a kulturális értékek bemutatását, közölte az Egyházmegye az MTI-vel. A még idén elinduló és várhatóan 2019-ben befejeződő fejlesztések részeként felújítják a Bátai Szentvérkegy templomot, a Szekszárdi Belvárosi Katolikus és a Mohácsi Fogadalmi Emléktemplomot, a Bátaszéki Szent Orbán, valamint a Szekszárdi Remete kápolnát. A Bátai templomban az oltár is megújul, Szekszárdon pedig a freskókat is restaurálják. Balettgála estet rendeztek Európa jelentős balett együtteseinek jelenlegi sztárjainak és a jövőbeli reménységeinek előadásával a Kodály Központban hétfőn este. A gála est során látványos részleteket láthatott a közönség a modern tánc világirodalmából, valamint ismert virtuóz szólókat, kettősöket a világhírű klasszikus balett repertoárból. A program a 11. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó része volt. 15 szólista, 9 nemzetiség, 7 országból van jelen a 11. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón. Magyarország tánctalálkozói közül az elmúlt 5-6 évben ehhez hasonló még nem volt. A közönség részéről is nagy az érdeklődés, teltház előtt zajlanak a produkciók. 10-15 évvel ezelőtt még az Operaházban voltak ilyen gálák, aztán valami miatt az úgy most már ugye elmaradóban van. De hála Istennek itt Pécset újból egy erős nemzetközi tánc gála tudott megvalósulni. A most látható produkciókhoz hasonló klasszikus előadásokat láthat a közönség a találkozó 7 napja alatt, például padödőket, szólókat, kettősöket. És modern
Ugye ez a Matt-Mattox Slimon Graham technikából fakadó, mégis a klasszikus balettra is hajazó egy ilyen vegyes egyveleg, de általában a gálán ilyenkor nagyon jó zenékre, nagyon jó mozgás szoktak lenni. Igazából ezek a kis szólók és padödök, ezeket úgy készítik el a koreográfusok, hogy ez ténylegesen a közönség szórakoztatására szóljanak. Épül, erősödik a tánctalálkozó. Tőkét, kapcsolatot igyekeznek kovácsolni, hogy erősödjenek a tánc szakmában. Külföldi együttes vezetőkkel, koreográfusokkal ismerkednek. Ezt a kapcsolati tőkét a Pécsi Balett mindennapjaiba fejlődésébe is beilleszti, teszi hozzá Vince Balázs. A gálán fellépett a Magyar Nemzeti Balett, a Győri Balett, a Salzburgi Balett, a Román Nemzeti Operaház Balett együttese, a Pilsen Balett, az Ész Nemzeti Balett, a Lett Nemzeti Balett, a Stuttgart Balett és a Pécsi Balett szólistái. A Pécsi Balett társulatából a Szimbiózis duettet Szabó Márton és Nagy Iris táncolta el. A találkozó szeptember 21-ig várja közönségét. A héten pénteken, 22-én kezdődik a 21. Európai Bordal Fesztivál. A témában vendégem dr. Lakner Tamás Lisztdíjas karnagy, a Bordal Fesztivál művészeti vezetője és alapítója. Nagy szeretettel köszöntöm. Én is köszöntöm. Hogyan készülnek erre a háromnapos fesztiválra? Honnan érkeznek férfi karok? Mire lehet majd számítani? Természetesen nagy izgalommal. Izgulunk főleg az idő miatt, hiszen szabadtéri programok is vannak, de reménykedünk benne, hogy jó idő lesz. Négy európai országból érkeznek, Lengyelországból, a Baltikumból, Lettországból, Ausztriából és Horvátországból az együttesek. Összesen hányan lesznek? Nem csak a karok, hanem úgy hány emberre lesz? Kb. 200. 200. Mindig ezt úgy is szervezzük, hogy kb. Ez az a mennyiség, amellyel bírunk, és amelyet el tudunk szállásolni, étkeztetni, és hát persze a rendezvényeken pedig föléptetni. Háromnapos a fesztivál, pénteken hogy kezdődik, hogy indul? Nem csak Pécset lesz, ami a villányban hogyne, kezdődik. Hát, tehát ez tulajdonképpen Pécs és a Villányi Borvidék Fesztiválja. Igen, Villánykövesden kezdődik pénteken 17 órakor a fantasztikusan szép, történelmi hangulatú Battyányi pincében a megnyitó, aztán 6 órakor a kórusok pincekoncerteket adnak Villányban, Villánykövesden, és aztán 4-8-kor pedig a Villányi Diófestéren egy szabadtéri, rövid szabadtéri koncerttel köszöntik a villányakat, meg hát a kedves vendégeket, akik oda fáradnak. Szombaton van a nagyon sikeres gálást, azért mondom nagyon sikeres, mert az elmúlt években ez így volt, remélem ebben az évben is így lesz. Előtte 17 óra 30-kor kezdődik az úgynevezett villányi prémium bormustra, ami egy fantasztikus dolog. Én mindenkinek ajánlom, hogy ezt ne hagyja ki, hogy 17 villányi prémium bort egy helyen tud kóstolni, és tényleg ezek világszínvonalú borok, azt gondolom. És utána pedig 20 órakor kezdődik a gálakoncert a Kodály Központban, a fantasztikus koncertteremben, amelyen közreműködnek persze a fesztivál kórusai, és ezen kívül sztárvendég lesz Kolonics Klára, a Magyar Állami Operaház sztárénekese, Koloatú szoplánja, és ezen kívül a Pécsi Szimfonietta fog muzsikálni, aztán Bogányi Tibor karnagy úr, a Pannonfilharmonikus vezető karmestere is elvállalta a fellépést, aminek nagyon, nagyon örülök, és ezen kívül Bognár Szabó, Csajági Szabolcs szólókat fognak énekelni. És hát persze lesz egy meglepetés is, ami az annyira nem meglepetés, mert már publikáltuk, de a maga fellépés biztos, hogy az lesz, mert hogy a villányi borászok kértek, hogy egy kórust alapítsak belőlük, és az a kórus be fog mutatkozni ott, és persze természetesen bordallal már mi mással mutatkozna be, és még hogy ezt megfejeljük, hát a Pécsi Szimfoniettal, egy szimfonikus zenekar fogja kísérni az ő éneküket, és hát nagy örömmel 16-an vállalták a kórusban való közreműködést, én is izgalommal várom, hogy ez hogy fog sikerülni. A borodat mondja kultusza, a repertoárja, honnan erednek? Hát ugye ókori Görögországban már úgynevezett Bacchus ünnepeken énekeltek bordalokat, tudjuk már, ugyancsak a versek maradtak fönn, de nyilván akkor még a lejegyzés ezeknek a dallamoknak nem volt megoldható. És hát éppen még ugye a vasárnapi programot nem mondtam el, de éppen a vasárnapi programunk, ami ugye 15 órakor a Széchenyi téren kezdődik, a születi felvonulással, bordalkoncerttel, ez éppen ezeket a Bacchus ünnepeket akarja visszahozni, hogy ott
ott megy a művészi program, és közben lehet bort kóstolni, és kettő együtt úgy gondolom erősíti egymást, születi felvonulás van, tehát a hangulat, ha az idő is megengedi, akkor a hangulat biztos nagyszerű lesz. Az eddigi években 4-5 ezer ember látogatott el erre a rendezvényre, úgyhogy nagyon szeretik a pécsiek, és hát várjuk őket természetesen. Ennek a 21-nek van egy érdekessége, nem 21-dik, hanem 24-dik? Most igen, akkor 21 vagy 24? Igen, az érdekes, igen, hogy 1993-ban alapítottuk a Borda fesztiválokat, és az első időszakban 4 évenként szerveztük egy úgynevezett világfesztivált. De rá kellett jönnünk, hogy ez nagyon nagy munka, és már nagyon-nagyon nagy problémát jelentett, hogy hogy tudjunk idehozni különböző földrészekről együtteseket. Anyagi problémái is voltak ennek, és akkor úgy döntöttünk, hogy inkább maradunk az európai fesztiválok mellett. Persze ez nem zárja ki azt, hogy esetleg egy-egy kórus vagy együttes, aki ide el akar jönni, más földrészről is fellépni Pécset. A Bartók Béla Férfikar hogy készül az utolsó napokban? Mekkora a hajrá? Hát most csütörtökön, lehet pont a péntek előtti napon este lesz egy nagy próbánk a szimfonikus zenekarral. Be kell nagyon jó próbálnunk a közös műveket, mert hogy hát igazából mindig a Bartók Béla Férfikar tudja legjobban ezeket a műveket elénekelni, a többiek is megtanulják. Hát nem mondom, hogy mindig hibátlanul, de hát valakinek vinni kell a prímet, hogy így mondjam, és este lesz egy nagyon nagy próbánk a zenekarral, és persze hát még a fesztivál ideje alatt pedig a külföldi kórusokkal is együtt fogunk próbálni. A gála műsor hasonló lesz, mint a korábbi években, mind a 200 énekes eszén. Persze, igen, hát hogy a hagyomány, hogy a gála koncert végén a úgynevezett összkar, a Borda Fesztiválnak a közös kórusa fog énekelni. Hát ez mindig tényleg egy nagy élmény, hogy ez a 200 énekes a szimfonikus zenekarral a zenetörténet egy jeles bordalát szólaltatja meg. Ez nagy jó hangulatú fesztivál, 3 napon át azért ott a bor, meg az ének, és az egy komoly munka a kórusoknak. Mekkora veszélynek vannak kitéve, hogy a finom illatú borok közelében, hogy tudják ezt koordinálni? Hát nyugodtan mondhatom, hogy soha nem volt ebből probléma. Nyilván kell egy pohár bor ahhoz, hogy az ember bordalt igazán autentikusan tudjon énekelni, ezzel gondolom mindenki egyetért, de soha nem volt ebből gond, hogy esetleg valaki jobban a pohár felé kéne nézett volna a fellépés előtt. Tehát akkor pénteken 5 órakor világban kezdődik. Igen, várunk mindenkit szeretettel. Köszönöm szépen. Az elmúlt években ünnepelték a pécsiek Uránváros építésének 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Pécsi Kulturális Központ modern eszközökkel állít emléket a városrésznek. Pécsi szakemberek segítségével egy informatikai cég fejlesztette ki a GuideNo okostelefonos alkalmazást. Az ingyenes applikációval körbesétálhatunk az uránvárosi hangösvényen, közben fotók, leírás és hangos szöveg mesél a látnivalókról, és vezet végig az útvonalon. Az első használók pécsi iskolások voltak, akik múlt hétvégén járhatták végig ezt az új tanösvényt. Az uránvárosi hangösvény ünnepélyes megnyitóján a pécsi városnéző kisvonattal körbejárták a területet. A megnyitóval részt vettek az első Pécsi Tanuló Fesztivál programjában. 232 hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetésére gyűjtöttek össze adományt a látogatók a pécsi napokon. A Tekerj, hogy segíthess program 2016-ban indult a Budapest Bike Mafia és a Kofidis együttműködésében. Az országos turné pécsi állomásán a helyi érdekeltségű Pécs Bike Mafia önkéntesei közreműködésével 696 adag ételt tekertek össze a gyerekeknek a résztvevők. Hazai felmérésekből egyébként kiderült, hogy 36 és 54 ezer fő közé tehető azon gyerekek száma, akik számára a napi 3-szori étkezés nem biztosított Magyarországon. A Fordan Tánzkó vezetői minden tanév elején kiemelt rendezvényt szánnak azoknak, akik szeretnék jobban megismerni a klub életét, vagy éppen ki szeretnének próbálni egy-egy táncműfajt vagy mozgásformát. Ezúttal is a Fordan Tánccentrumban tartották bemutatójukat, valamint ingyenes nyílt napjukat. A korábbi évekhez hasonlóan sok érdeklődő család és leendő ifjú táncos látogatott el a Fordan Tánccentrum tanév elejé rendezvényére, hiszen a táncbemutatókon kívül ki is lehetett próbálni a különböző tánc és mozgásformákat.
A program 14 órakor egy igen pörgős műsorral kezdődött. Itt nagyrészt akrobatikus rock'n'roll, fashion dance és show tánc szerepelt a palettán. A klub legrégebbi és legeredményesebb táncosai színes műsort adtak a jövő táncosainak, szüleiknek, az érdeklődőknek. Akrobatikus rock'n'rollt oktatok 8-tól 11 éveseknek és 11-től 16 éveseknek, és igazából ez a kettő fő ágam, és overjumping edzésekben szoktam még segítkezni Pataki Martin mellett. A bemutatók után mind a négy táncteremben más és más tánc és mozgásformát lehetett kipróbálni. A nyílt napra, ami évek óta visszatérő rendezvénye a klubnak, elsősorban azok a fiatalok érkeznek, akik szeretnének beiratkozni a táncklubba. Idén 8 műfajban, összesen 12 csoportba várják az új tanítványokat. Hát minden évben elkövetjük ezt, hiszen nagyon fontos, hogy mindenki számára megmutassuk a működésünket, másrészt pedig a Fordan Táncentrum. Hát mondhatnám illusztris épületét, ugye sokan csak kívülről látják, mi van itt, mind a négy táncterem nyitott ilyenkor. Tehát minden évben így szeptember elején lehetőséget adunk azoknak, akik szeretnének beiratkozni, megnézni a műhely munkát, kipróbálni, tehát ez a nyílt nap lényege nálunk. A klub vezetői Pap Viktor és Major Laki Ágnes minden korosztálynak tud ajánlani valamit. A legkisebbeknek a zenés manótornát és az aprok mini rockit ajánlják. A fiataloknak több korcsoportban az akrobatikus rock'n'rollt és a fashion dance-t. A fitbolt és a dance for ladies csoportot elsősorban hölgyeknek, míg a world jumpingot a fitness imádóinak szánják. Gondoltak az örök fiatalokra is, hiszen a retro tánc műhely táncai között a party rock'n'roll, a boogie woogie és a lindy hop táncok szerepelnek. Híradónk végén fontosabb témáink még egyszer röviden. Modern Városok program. Korszerű nemzetközi központot alakítanak ki Pécset. Európa balett sztárjai a Kodály központban. Kinyíltak a Fordan tánctermei. Ingyenes nyílt nap és bemutató a Fordan Tánccentrumban. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!